Sziasztok, Balázs Attila vagyok innen a Mekka Gymből. Mai nap az edzés körüli táplálkozásról fogunk ejteni pár szót. Az edzés körüli táplálkozás ugye először is az edzés előtti, az edzés közbeni és az edzés utánira terjed ki. Ugye nagyon fontos, hogy egy edzésre ugye felkészüljünk előképpen, ezért nagyon fontos az, hogy meglegyen összel az edzés előtti táplálkozás. Sokszor találkozom azzal, hogy úgy érkeznek meg akár a vendégeim, vagy bármilyen más vendégek az edzőterembe, hogy nem volt idejük enni, gyorsan megérkeznek, bekapnak egy szelet csokit, egy ilyen protein szeletet, egy zapszeletet, vagy egy banán, bármit, ami nem éppen optimális. Ugye nagyon fontos arra figyelnünk, hogy van egy emésztési ideje az elfogyasztott tápanyagoknak. Itt ugye általában azt szoktam javasolni, hogy ha edzés előtt 2 órával be tudsz fejezni egy étkezést, úgy van az ebédszüneted, úgy jössz edzeni, akkor simán működnek a húsos étkezések, egy kis zöldséggel, körettel, akár rizs, burgonya, kinoa, bármi, amit szeretsz. Olyan húsokat is fogyaszthatsz, mondjuk csirkemell, pulykamell, vagy akár egy dalátmarha, bár annak azért egy kicsit hosszabb az emésztési ideje. De nagyon fontos betartani, hogyha mondjuk 4-kor kezdesz edzeni, ezeket a táplálkozásokat kb. 2-ig fejezd be, mert nagyon sok idő, még ugye megemésztődik ez az elfogyasztott táplálék. Ha úgy alakul, hogy megint egy ilyen 4 órás edzést tűzünk ki célul, és úgy alakul, hogy nem tudtunk enni, mert nem volt rá időnk, viszont még van egy kis időnk edzés előtt, egy óránk nagyjából, akkor működhet az, hogy bedobunk akár egy ilyen fehérjességet, egy gyümölcsel, vagy akár egy kis rizskásával. Ezek sokkal könnyebben emészhetőek, sokkal gyorsabban felszívódnak, ezáltal könnyebben tudnak nekünk majd energiát biztosítani az edzés során. De ugye nagyon sokszor előfordul az is, hogy az egész napunk rohanás, és nem volt időnk enni, csak mondjuk 5 órával edzés előtt, ilyenkor viszont kéne valami. Ilyenkor az elég rossz megoldás, hogyha megérkezel, és már láttam olyat is, hogy futópadon elrágcsál valaki egy zapszeletet, hogy akkor valami gyorsan bekap, hátra lesz energia tőle. Ugye nagyon fontos tudni, hogy ezeknek a szeleteknek is, vagy akár megeszel egy banánt, azért van egy felszívódási ideje, akár egy óra is lehet, és ugye annyi idő nem fog eltelni, mert ha mondjuk megérkezel a terembe, átöltözöl, 5-10 perc elterik, amikor edzeni kezdesz, akkor az emésztésed az szinte full nulla, tehát nem tudsz emészteni. Úgyhogy ilyenkor a legjobb, amit tehetsz, hogy akár egy gyors felszívódású szénhidrátot használsz, ami nem terheli meg ugye az emésztőrendszert. Az egyik legjobb a Vitargó készítmény, ugye ez azért is jó, mert nem fogja nagyon megdobni a vércukorszintet, emiatt nem lesz ez a bekómálás, nem fog nagyon leesni. Vagy igazából szénhidrátnak ezt tudnám ajánlani, hogy vannak ezek a különböző izotóniás italok, illetve bedobhatsz hozzá egy kis aminósavat is. Most jön az edzés közbeni táplálkozás. Ugye itt már nem nagyon tudsz mit magadhoz venni. A legjobb eset az, hogy ha már ugye be vagy töltve, úgy érkezel meg az edzésedre, hogy itt áll elég folyadékot, ettél egy szilárd étkezést, ami nagyon fontos, hogy főleg egy nyári időszakban azért meg is volt egy kicsit sózó, hogy legyen azért egy kis nátriumbevitel, ezáltal jobban tudnak funkcionálni az izmok. Ha mégis úgy alakul, hogy ugye valami kéne edzés közben, akkor igazából amit tudsz emészteni, ezek a szabad aminósavak, tehát a BCA, illetve ha még jobbat szeretnél, akkor az eszenciális aminósavak, az EAA készítmények, ezek azok, amiket le tudsz emészteni, úgymond, tehát ezek előemésztett formában vannak, ezek nagyon gyorsan oda jutnak, ahova kell. Most tényleg a legalapabb táplálkozási tippeket mondom, itt annyira nem lesz szükség arra, hogy szénhidrátot fogyassz edzés közben, nagyjából egy órás, 45 perces súzós edzésről beszélünk, itt nem fogod elfogyasztani azokat a szénhidrátokat, amiket előtte ettél, tehát hogyha azok megvannak, akkor be vagy töltve, úgymond, és akkor le tudod nyomni az edzést. Akkor használhatsz esetleg egy 20 g Vitargót például, vagy egy 15 g-ot, vagy bármilyen más ilyen szénhidrátos italt, hogyha tényleg nem tudtál enni, akkor tudsz egy kicsit ebből táplálkozni, mert valami kelleni fog, hogy nehogy leessen a vércukorszinted, és optimális legyen a teljesítményed. Elérkeztünk ugye az edzés végére, itt jön képbe az edzés utáni táplálkozás. Ugye nagyon fontos, hogy ez már biztos, hogy tudjátok, de az elismétlem gyorsan, hogy edzés közben ugye mikrosérüléseket okozunk az izmokban, és utána fogunk fejlődni, utána fogunk nőni. Ezért nagyon fontos az, hogy edzés után mit veszel magadhoz. Egyértelmű, hogy ha kakossigát veszel magadhoz, akkor nem fog tudni a test felvenni azokból olyan tápanyagokat, makrotápanyagot, amivel tudja fokozni a fejlődést. Emiatt nagyon fontos az, hogy jó minőségű fehérjét, illetve szénhidrátot azért vigyünk be. Úgy szoktam javasolni, hogy ha nagyon sietsz, nincs időd, akkor dobjál be egy séket, egy teljes fehérjét, például az teljesen jó, de akár marhafehérjét is fogyaszthatsz, ha érzékeny vagy rá, vagy vegán fehérjét, valami esetleg gyors felszívódású szénhidráttal, itt jók nagyon a gyümölcsök, hogy visszatöltsük a máglikogént, illetve nagyon jók még ezek a gyors szénhidrátok, mint a Vitargó. Úgyhogy azt nagyon tudom javasolni, akár egy ilyen rizses turmix is nagyon jó, azt is szoktam egyébként javasolni, meg használni is. Hogyha van időd, akkor viszont nyugodtan ülj le, egyél egy teljes értékű szilárd étkezést, ami már ugyanazt tartalmazhatja, akár mint az edzés előtti.
Ugye itt is lehetnek akár rizs, burgonya, zöldségek, hújkamel, csirkemel, halak, ezek nagyon jók, főleg a hal is nagyon jó, mert ugye sokkal könnyebben emésztődik így edzés után, mint például egy nehezebb marha vagy egy tojás. Van ez az anabolikus kapu, illetve ajtó dolog, ez egy kicsit túl van misztifikálva. Nagyon fontos az, hogy ne az legyen, hogy 3 óra múlva eszel, meg de nem is kell nézni azt, hogy 10 percen belül gyorsan szaladni kell el, és hogyha nem eszel valamit, akkor azonnal összeesel, de azért tényleg jó, hogyha egy óra, másfél órán belül azért elfogyasztasz egy tápanyagot. Ha mondjuk tényleg megiszol ezt a séket, akkor utána akár másfél óra, 2 órában lehetsz megint egy ilyen szilárdat. Emiatt sokan kihasználják ezt, mert úgymond azt az időszakot, amikor azért le vagy egy kicsit fáradva, jobban veszi fel a tested a tápanyagot, ott 2 ilyen étkezést is ki tudsz használni, mert egy ilyen gyors felszívódású sék az nagyon könnyen bejut a helyére. Tehát fokozottan figyeljetek oda az edzés körüli táplálkozásra, ezzel nagyon sok múlik a célotok elérésében. Sziasztok!